Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit január 26-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először két öröklétű zámai költőnk, Csanád Imre és Csóri Sándor emlékét idézzük fel, majd ellátogatunk Bicskére, ahol rövidesen megkezdődhet a katolikus templom felújítása. Tartsanak velünk! Csóri Sándor 90. Csanád Imre 100. születésnapján a két korszakos költő életútjáról, műveiről beszélgettünk Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténésszel. Kedves István, nem tudom merre felé ágazik, kanyarodik el majd a beszélgetésünk, de azt már most érzem, hogy rendhagyó lett. Sőt, valójában már most is az, hiszen irodalmi kérdéseidet személyes vallomás előzi meg, ami eléggé szokatlan ebben a műfajban. Nos, ez az én rendhagyó bevezetőm, ugyanis ezt a gondolatsort nem más, mint Csóri Sándor mondta Bakonyi Istvánnak, aki most itt a vendégem, Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész és a Csóri Sándor társaság elnöke. A mai beszélgetésünk témája pedig, azután, hogy Bella Istvánt is köszöntöttük 80. születésnapján, Csóri Sándor 90. illetve Csanádi Imre 100. születésnapja. A két zámai fantasztikus költőről esik majd szó. Hozzáteszem, kedves nézőink, hogy rendhagyó annál is inkább, hiszen Kelemen István fantasztikus versmondását is hallhatjuk majd a Vörösmarty Színház művésze megtisztelt bennünket, hogy Csóri, illetve Csanádi verseket mond majd közben. Tehát Bakonyi Istváni a szó. Azt hiszem, hogy a Csóri Sándor társaság nagyon fontos számunkra, viszont azt is hozzá kell tennünk, hogy sokkal mélyebb, már-már, ha úgy tetszik, barátság fűzött a nagyszerű költőhöz. Köszönöm, hogy ezt olvastad fel bevezetőképpen, hiszen egy számomra nagyon emlékezetes interjú volt, amit készítettem Csóri Sándor, és milyen érdekes, hogy ő kérdez gyakorlatilag ebben a... Visszakérdez ebben a pillanatban. Igen, és hát azért is ülünk most itt, azt gondolom, mert kétségtelen tény, hogy zámai két Kossuth-díjas költő szülötte. Ugye tavaly ünnepeltük a kerek évfordulókat, de hát most is a két születésnap között vagyunk, hiszen Csanádi ugye januárban, Csóri pedig februárban született, 101, illetve 91 évvel ezelőtt. A kettőjük kapcsolata is rendkívül érdekes, azon túl, hogy a szülőföldjük közös, és engedd meg, hogy megmutassak egy kötetet, ami a Vörösmarty Társaság kiadásában jelent meg 2005-ben Kális Sajtos József szerkesztésében, és ebben a versek mellett van egy olyan írás is, amiben Csóri néhány oldalon Csanádiról van, többek között a következőket írja. 17-18 évesen már készköltő, formailag hibátlan, csiszolt, jó ízűen és hétköznapian klasszikus. A témavilága is jól körülhatárolható, a paraszti világról ír, ezen belül fölismeretően szülőfalujáról, Zámojról, a zámaitáj sugalmazó és sérülékeny szelleméről, amelyet romokkal jelölt meg a történelem. Köztudott, hogy a korszak meghatározó stílusirányzata a népiesség, amely politikai és esztétikai jelzőtábla is, de Csanádinak nincs hozzá igazi köze. Illetve ha érez is iránt a rokonszenvet, nem követi. A közhelyes logika szerint Erdélyi József vagy Sinka István nyomába kellene járnia, de Csanádi közelebb áll a nyugat harmadik nemzedékéhez, mint hozzájuk. Tudod, ez azért is érdekes szöveg, mert hajlamosak vagyunk a skatujákra, a beskatujázásra, és íme itt egy életmű, és Csóri már a fiatal Csanádiban ezt a fajta összetettséget látja, hogy tulajdonképpen beskatujázhatatlan. Bár mások is hozzászokták tenni, hogy végül is ezen túl, amit itt Csóri Sándor írt Csanádiról, a Csanádi költészetére jellemző volt az, hogy nagyon fontos volt számára az archaikus világ, a népi világ, nem csak verseket, hanem tanulmányokat is e tekintetben, de mindenképpen olyan életmű, amiről sajnos kevesebb szó esik egyébként, mint Csóriéről mostanában. Ebben szerintem az is szerepet játszhatott, hogy Csóri Sándor nem csak költőként, eszéíróként volt jelentős, hanem közéleti emberként is. Ugyanakkor nekem hiányzik az irodalmi közéletből az ő emlékezetük. Keveset foglalkozunk vele. Az, hogy megalakult a Csóri Sándor társaság, az egy hiánypótló történet.
és ez üdvözlendő mindenképpen. Igen, csak hát ugye a jelenlegi helyzetben alszik a társaság bizonyos szempontból. Tavalyra terveztük azt a Csóri Csanádi emlékülést, amit Zámolyon rendeztünk volna meg, ez kétszer elmaradt, viszont megkaptam az erődások többségének a szövegét, és ez sikerült a közösségi oldalunkra föltenni, tehát a Csóri Sándor társaság közösségi oldalán ezek a tanulmányok olvashatók. Az életmű kiadása nagyon sokat segít ebben, én azt gondolom, hogy a Csóri Sándor társaság is sokat tett ezért, de mi az, amit egy köznap ember nem tud Csóri Sándorról. Mi a kiemelendő az ők egészen különleges írói, költői pályafutásában? Hát nézd, az kétségtelen tény, hogy a közeli embert ismeri a közember leginkább, hiszen a Duna Televízió megalakítása, a Magyarok Világszövetségén eltöltött évtizeden, na, hát arról nem is beszélve, hogy a rendszerváltozás előtt ugye az ellenzéki szellemi erők egyik vezéralakja volt. És ez nagyjából közismert. Szerintem éppen a költészete kevésbé ismert, és ezért is fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Ugye ma itt el fog hangozni egy vagy két olyan verse, amely verse azt hiszem sokak számára ismerős, hiszen anya, a két anya versről van szó, az anyám szavairól és az anyám fekete rózsáról, de azt is hozzá lehetne tenni, hogy ő sem beskatujázható, tehát a Csóri lírában a 20. századi modernség, az avantgárd késői hatásai épp úgy jelen vannak, mint nála is természetesen a népköltészeti. Köszönjük neked, fiam, hogy hazajöttél, mert mi már olyan öregek vagyunk, mint fönt a padláson az a fali óra, és a mutatónk már nagyon a temető felé mutat. Szép szerén azt se tudjuk, csütörtök van neked, de amikor jössz, az a mi vasárnapunk. Apád még csak-csak idefut, odafut, de nekem már a kisajtóig is ménkű hosszú az út. Hányszor megemlegetem azt a körtefát, amit a konyhajtó elől fordított ki a bomba. Meg tudnék benne kapaszkodni, mint most a te karodba. Talán ha bottal járnék, no még csak az hiányzik. Fogom inkább a söprűt, azzal botozgatok el a ház végéig, a kapuszáig, minthogyha dolgom volna. Csak várni ne kéne. Soha. Várni levélre, híradásra. Ha kisiklik egy vonat, nem alszom éjjeleket. A múltkor is, amikor Amerikába mentél, a szemem belülről kisebesedett. Eljutsz-e? Visszajutsz-e? Ülsz-e még ide mellém? Mert nekem minden távolság. Tenger és tüskebokor, és minden repülő lezuhan, melyen te utazol. Mondom is a doktornak, doktor úr, hogyan lehet, hogy én már a fölröppenő madártól is megijedek, és annyi havat álmodok össze-vissza, hókazlat, hóhegyet, és mindegyik mögül a fiamat hallom. Igen, a köhögésedet. De a fekete puskacsövek és messzelátók figyelik lépteimet. Talán, ha én is kelek forgok a világban, amerre te, nem félteleg a kilengő magas házaktól, s a krokodilus tavaktól se, a mosolygó késes emberektől, akik bankot rabolnak, vagy csak játszanak. Állarc van rajtuk, mint a szüreti bálos ördögökön, s bohócos nagy kalap. De ki szegény, akkor is fél, amikor nevethetne. Amikor örül. Ki van az én szívem is verve? Hét vassal körös körül. Azt tudjuk, hogy ha azt mondom, nem túlzás, hogy méltatlanul elfeledtük egyik oldalról. Hála Istennek itt Székesfehérvárt kivételnek mondhatjuk, de hát ez így van rendjén, hiszen Zámai lévén ez nagyon fontos. És az írótársadalom belül miként értékelték őt? Ez is megosztó helyzet, azt hiszem, hiszen voltak olyan költőtársai, mindenekelőtt Nagy László, vagy az előző nemzedéből Íj, és aki kétségtelenül Csóriban látta az ő utódját már, ami a közügyekben érdekelt költőket jellemzi, vagy éppen Tornai József, aki nem olyan régen mente ugyancsak közülünk, vagy a Fehérváron is élt Takács Imre, aki nagyon jó barátságot ápolt Csórival. Tehát az a fajta
Hát jobb szó, ilyen azt kell mondanom, hogy a népnemzeti irányzat, amihez azért sorít, és mégiscsak lehet sorolni, ott kétségkül otthonra lehet ebben a közösségben. De hozzáteszem is erre az In Memoriam Csóri Sándor kötet nagyon szép példa, hogy azok a tőle különböző módon gondolkodó szellemi erők is sokra tartották, mondjuk Konrád György, akivel egyébként a 80-as években a Belvárosi Kávéházban, tehát a Csóri és Konrád körei, azok együvé tartoztak. Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét. Anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat. Szótlanabb sápadtsággal fejí meg tehenét, szótlanabb sápadtsággal söpröget, mosogat. Anyámra durván szólnak jött-ment idegenek. Anyám az ijegységtől dadog és bereked. Sötét kendőjét vonván magányát húzná össze. Ne bántsa többé senki. Félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépdel, s nem jut el sehova. Szegénység csillagától sebes a homloka. Vállára még az orgona virág is úgy szakad, mintha csak teher volna. Jó szagú kárhozat. Nyár van, égen és földön zene szól, muzsika. Anyám csönd sivatagján el kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek csodáktól szélütötten, de egy se futna hozzá. Segítek, azért jöttem. Anyámnak fáj a feje. Anyámnak fáj a semmi. Anyám fekete rózsa, nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz majd kicsi. Bejön egy madár érte, és csőrében elviszi. Hoztál egy másik könyvet. Igen. Nézzünk bele, mert nagyon-nagyon fontos ez is, és ráadásul ugye Székesfehérvár kiadás, mert azért tegyük hozzá, hogy a Vörösmarty Társaság a te regnálásod idején nagyon kiemelten foglalkozott Csóri Sándorral és Csanád Imrével is. Igen, hát a költőket említettek, és itt pedig Vasi Gézenek, a jeles irodalomtörténésznek a Nemzetreberiset színű kötete van a kezemben, amit 2000-ben adtunk ki, ugyancsak a kerek évforduló alkalmából. Ez Vasi Gézának a Csóriról szóló legjobb tanulmányai tartalmazza, és ha már itt irodalomtörténet, akkor azt kell mondani, hogy olyan kiváló irodalomtörténészek, mint Színe Mihály, Béládi Miklós, vagy Görömbei András többek között mindenképpen érdemben foglalkoztak ezzel az életművel. Tehát ilyen szempontból én szerintem ez a befogadás megtörtént. Az más kérdés, hogy persze voltak övön aluli támadások vele szemben sokszor, de hát ez itt szokott lenni a 20. században. Most tekintve, hogy Csanád Imréről is beszélnünk kell, hallgassunk meg a másik verset Kelemen Istvántól. Zúgnak, zúgnak a nyírfák, zúgnak az ukrán szélben. Maszatos égre írják jelüket, jó sötéten. Délnyugat sarka mordul, csapzott arcunkba portvág. Mit üzensz a romokból elhagyott édes ország? Utolérsz álmainkban, vagy tévesztő varázslat? Jó ízed mondhatatlan. Sajdító látomás vagy. Vak ösztön a sötétből ezer felől, te drága, ezer karral felét tör emlékek lágy világa. Fiad vagyok, anyám vagy. Védj vissza, égten égek, halálosan kívánlak, meddig epedjek érted? Zúgnak, zúgnak a nyírfák, zúgnak az ukrán szélben, közönyös égre írják jelüket eltökélten. Délnyugat sarka hördül, csapzott arcunkba port vág, ítélet kürtje dördül. Ránk fér ez orr tanulság. Ehhez is hoztam egy kis érdekes kiadványt, hiszen a Csanádi Imre testvére, testvérnek a lánya Török Rózsa, amikor az édesanyja meghalt, akkor megtalált a hagyatékban egy csokoládés dobozt.
És először nem is értette a dolgot, mert a régi dobozban, hát mi lehet ebben? És akkor a legnagyobb meglepetésére ez egy nagyon megható történet lett, hiszen akkor tudta meg, hogy ebben a dobozban Csanád Imrének a hadifogságból írott levelei és versei találhatók. A Berdisevi Nyírfák című vers ennek a korszaknak a terméke. A levelek jó része is onnan keletkezett. Hozzá kell tennem, hogy a levelek természetesen nem tudnak reális képet festeni a hadifogságról, hiszen nagyon megcenzúrázott mondatokat írhatott csak hazafelé Csanádi ebből a hadifogságból. A Berdisevi Nyírfák és más versek, egyébként más verseket is tartom, ez a különleges kis kiadvány ebből a korszakból, ezek viszont sokkal többet árulnak el, azt gondolom, de a levelek viszont tényleg torokszorító dokumentumok. Arról nem beszélve, hogy a Csanádi Imre ugye 10 évvel volt idősebb Csóri Sándornál, még egy teljesen más korszakban kellett, hogy felnőjön. Hogy felnőjön az akkori magyar irodalmi élethez, hogy az élvonalba tartozhasson, elfogadtassa magát. Igen, de azért ez is megtörtént szerintem. A közéletben ő kevésbé vett részt, de például nem tudom, ki emlékszik az Új Tükör című kulturális hetilapra, ami a mi gyerekkorunkban létező lap volt, ott ő szerkesztett Fekete Sándorral együtt, tehát nem csak a írószobának, vagy a íróasztalának a közegében dolgozott, és hát nagy tekintélynek számított, kétségtelen tény, de hát Lajos, azért az az igazság, hogy itt beszéltünk arról, hogy keveset szólunk nagy elődökről, de ez igazából korjelenség. Most erről is már beszéltünk sokszor, hogy nagyszerű életművek a feledésbe merülnek szinte. Hadd idézzelek téged. Azt mondod, hogy Csanádi a korszak egyik legnívósabban szóló költője volt, költészetének egyik alapvető vonását pedig határozott világlátása adta. Formakultúrája igényesen gazdag, a magyar népdalok ritmuskészlete épp úgy sajátja, mint a klasszicizáló hajlandóság. Így van, és hogyha már itt a világképről beszéltünk, akkor egy másik nagyon közismert, vagy nagyon fontos versére hadd utaljak, ez egy hajdani templomra című költeménye, amely viszont arról árulkodik, hogy ő a protestantizmushoz, a reformációhoz milyen erős szálakkal kötött, hozzáteszem, hogy Csóri Sándor is. És ez a hajdani templomra című versben ugye van egy fontos, több fontos sor is, azt mondja, ország lappangot itt, hol nem vala ország, valahogy lehet, hogy pontatlanul idéztem, minden esetre arról szól, hogy azt üzeni tulajdonképpen az utókornak, én azt hiszem, hogy a reformációnak nem csak a hitélet megújítása szempontjából, de az egész magyar kultúra szempontjára milyen jelentősége volt. Nádfödeles pajta sáralkotmány lehetett, mégis Szentegyháznak ékesen neveztetett. Áldott áhítatra magába fogadta a kis gyülekezetet. Taposott jobbágyok német elől szököttek, török sarcát sínylők e szent helyre feljöttek, bocskorba mezit láb, szomjúhozva itták, próféták mit hirdettek. Testben szakadozva, szabadulva gájáról, szólt hatalmas szóval toprongyos prédikátor. Gátakat sodort már válaszul a zsoltár, zúgták, mint erős tábor. Idáig lopódzott, itt talált lakozásra napnyugati Kálvin tilalmas tanítása. Kert alatt toportján, harsant égő portán tatárló vonítása. Dült itt pőre átok pápás álnok urakra, antikrisztus nyája pilises tarpapokra, aranyozott fényes, bálványos töménes palota templomokra. Mi más hajlék volt ez? Puszta 4 fal, tapasztott tojáshéj, akárki melyet földbe taposhat. Hadak tengerében rúd sajka, törékeny, tárgya minden gonosznak. Mégis megtartódott benne becsült magyarság, ország lappangott itt, mikor nem vala ország. Ő árváit Isten vezérelvén hitben lett bástya és bátorság. 2 vadpogány, melyet zúzott, facsart, mint sajtó, népdacolhatott itt zsidók jaját sóhajtó, helvén tant citáló, magára találó, térdet fejet nem hajtó. Nos, ha már üzenetről van szó, akkor itt a beszélgetésünk végén hadd üzenjen ő maga, hiszen egy kérdésedre így válaszol. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és kérlek, hogy így ennyi idő után reagálj rá majd te is búcsúzóul.
Bele lehet-e ebbe a rombolásba törődni, kérdezi ő. Nem, újra kell szerveznünk a piacnak kiszolgáltatott irodalmi, művészeti életet. Az írás egyebek közt ellenállási forma is volt mindig. Bizonyságtétel, hogy akarunk valami jót, igazat, maradandót. Erről a feladatáról ma sem mondhat le az irodalom. Ahogy a lélegzést sem hagyhatjuk abba, nem hagyhatjuk abba a helyzetfelismerésünk megfogalmazását sem. Ehhez pedig filozófia kell, irodalom és művészet teszi hozzá. Zárásul hadd idézek egy Széchenyi mondatot, mondja ő. Ezt mondja a szellem, az érzelem és az akarat arisztokratája. Mindig méltó feladat egy nemzetet megmenteni az emberiségnek. Hát mélyreható gondolat. Csak 20 év telt el azóta, szerintem sok minden nem változott ebből a szempontból, és én azt hiszem, hogy ezek tényleg ma is igaz és nagyon fontos mondatok. Bakony Istvánnak és Kelemen Istvánnak köszönjük szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Statikai problémák miatt életveszélyessé vált a bicskei katolikus templom. A hívek átmenetileg egy önkormányzati épületben gyűlhetnek össze. A torony megerősítése, a felújítás hamarosan megkezdődhet, kormányzati támogatásnak köszönhetően. A bicskei templom 1774-ben épült, a környéke 2018-ban újult meg. A Szentháromság katolikus templom használhatósága akkor kérdőjeleződött meg, amikor felújítási célból statikailag megvizsgálták. Hála Istennek a templom épül 1774-ben, és ha minden jó fog menni, akkor 250 éves évfordulóját, jubilón fogunk ünnepelni 24-ben. 2018-ban elindultak a torony felújítások a munkáit, igazából, amelyeket most fogja kezdeni. Hosszú folyamat volt. Amiatt a híveknek mi nem tudunk vasárnapon is részt venni a szentmisén, hétköznapokon igen. Mindent megtehetünk, hogy a lelki közösségben megmaradjon, erősödjön, és bízunk benne, hogy minden felújítás, ami most is, bízunk benne, tovább fogunk folytatni, szolgáljon az embereknek jóvára igazából, hogy a mi lelki közösségben erősödjön, mert nagyon fontos persze, hogy tudunk, van ez a hely, ahol hálát is imádni tudunk az Isten, és a templom ez a hely, amelyre nagyon is várjuk. Várunk mindnyájon. Vasárnapi szentmisén nem tudnak az épületben részt venni a hívek. Ezen a templomon súlyos statikai problémák jelentkeztek, és az a veszély fenyegetett, hogy a torony képes ledőlni, akár az egész templomot is összedönteni, és természetesen azokat, akik bent vannak a templomba, veszélybe sodorni. Kénytelenek voltunk belsőleg megerősíteni egy különleges erős állványzattal a tornyot és a templomot lezárni, hogy ne legyen semmiféle baj. Spányi Antal hozzátette, a szakemberek hosszasan keresték, hogyan lehetne a problémát megoldani, a templomot megmenteni, megerősíteni. Végül megtalálták a legjobb megoldást, ehhez az anyagi forrást, 290 millió forintot a kormány biztosítja. A toronynak a szerkezetéről állapították meg azt, hogy veszélyes, és így nem is használhatja a katolikus közösség. Az önkormányzat jó voltából a fiatalok házában kaptak átmeneti helyet, de hát mindenki tudta, hogy ezt a problémát ezt orvosolni kell, és most évvégén egy nagyon komoly kormányzati segítség érkezett, hiszen már korábban a templom statikai problémáinak kiderítésére, feltárására egy 40 millió forintos forrást, és most évvégén pedig egy 250 millió forintos forrást biztosított Magyarország kormánya, hogy meg lehessen oldani ezt a problémát. A sajtótájékoztató előtt a plébánián leültünk beszélgetni püspökatyával, államtitkár úrral, az egyházi elnökkel, a statikussal, és az a meggyőződésünk, hogy ez a pénzeszköz elég lehet arra, hogy egy megnyugtató helyzetbe kerüljön a templom, hogy ismét használható lehessen, és talán a későbbi teljes felújításának a megalapozása is megtörténhet ebből a forrásból. A bicskei az egyike azoknak a templomoknak, amelyek az országban megújulhatnak. Hasonló probléma miatt nem sokára az egyeki templomot is felújítják. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, a kormány számára fontos, hogy a templomok megmaradjanak. Ezer éves magyar történetünknek
egyik alapja a kereszténység. És ez még azoknak a lelkében, szívében is ott van, akik adott esetben nem hívők, vagy adott esetben még ágálnak is ez ellen. Hiszen akár az esküvők, temetők, keresztelések, és maga az a kulturális környezet, amit egyébként akár a templomok, temetőink is, vagy a keresztény emlékek adnak, az mindenkinek az életében ott vannak. És azt is látjuk, hogy Nyugat-Európában pont az ellenkező folyamat zajlik le, sajnos. Pont ott, ahonnan érkezett hozzánk a keresztény tanítás, pont ott, ahol a keresztény kultúra, vagy Európának a kultúrája legmélyebben gyökerezik, de ezt próbálják szétrombolni, és nekünk az a feladatunk, hogy ugyanezt ebben a térségben, sem Magyarországon, sem Kárpát-medencében ne engedélyezzük, és ne tegyük, és sokkal inkább mellé álljunk mind egyházaink, mind a hívők, és hozzáteszem sok-sok jó szándékú ember törekvéséhez. Hát azt kell mondani, hogy Bicskén is most így fog megújulni ez a csodálatos templom, szükség van rá, mind a lelki, mind a fizikai megújulásra. Az önkormányzat segítségével a katolikus közösség a fiatalok házában kapott helyet. A tervek szerint a templom felújítási munkálatok tél végén, tavasz elején kezdődnek, amely elsősorban a torony megerősítését jelenti majd. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!